Nincs tömeg és sorban állás a Dél-Dunántúli Áram- és Gázszolgáltató ügyfélszolgálati irodájánál Pécsett. De azért folyamatosan jönnek az ügyfelek, hogy leadják a mérőórák augusztus elejé állását a szolgáltatónak. Ez a férfi azt mondja, telefonon nem tudta elintézni a bejelentését, ezért jött az ügyfélszolgálatra, ahol előzetesen időpontot kért. Az volt a lényeg, ugye, hogy a éjszakainál van probléma, mert ott is más a tarifa, mint a nappalinál, viszont ugye az óra, tehát maga a teljesítmény, az megy mind a kettőnél ugyanaz, tehát az 1200 valahány száz köbméter, az, vagy kilowatt óra, az ugyanúgy megy. Úgyhogy ennyi volt az egész. Egy másik fogyasztó azt mondja, kevesebb áramot, gázt fognak mostantól használni. Mindenféleképpen kell spórolni, mindenféleképpen kell. A modernebb eszközöket ahhoz figyelni, de most ahhoz kellene egy kis nagyobb zsé, de igyekszünk azért úgymond, amit előírnak ott, ahol előírják, betartani. Volt, aki azért jött, mert nem tudta, mi lesz a régi kedvezményével, ezért akart személyesen beszélni egy ügyintézővel. 20 évet dolgoztam a külfejtésnél, és az utolsó 7-8 évet akkor átvett bennünket az erőmű. És amikor elmentünk, én elmentem nyugdíjba, én megkaptam az áramkedvezményt. Tehát véglegesen, sőt a páram is örökölheti. Na most 15 000 kilowatt az, ami kedvezményezett. Most akkor mi legyen? Kerestük a szolgáltatót is, de azt a választ kaptuk, hogy nem nyilatkozhatnak. Viszont felhívták a figyelmet arra, hogy honlapjukon tájékoztatást adnak több mérőállás diktálási lehetőségről is. Telefonos alkalmazáson keresztül, online ügyfélszolgálaton keresztül, SMS-ben és telefonon is élhetnek ezzel a lehetőséggel az ügyfelek. Az ügyintézők elérésére szintén több lehetőséget biztosítanak. Az augusztus 1-i árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítanak a mérőállás bediktálására augusztus 15-éig. Azon ügyfelek is megadhatják a mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi részmennyiséget.